Vecsésváros hírnevét öregvítve 2006. szeptember 24-én vasárnap Guinness rekordot állított egy lelkes kis csapat Hanek Gábor és Szlahú Csaba vezetésével. Egy óriási kondérba 6500 adag székelykáposztát készítettek, aminek adagját 200 forintért osztották szét a vendégek között. A rekordkísérletet bőven teljesítették, hiszen a meghirdetett 6500 adag helyett 7000-et mértek szét a helyszínen. A szervezők a Guinness rekord kísérlet bevételét a tájház felújítására fordítják. Azt nem gondoltuk volna, hogy gyakorlatilag 3 óra alatt elfogy az összes káposzta, ami csak volt, de ez kellett az is, hogy ilyen jó idő legyen, és ennyi ember jöjjön el. Tehát gyakorlatilag ezt fel kellett, előre nem tudjuk felmérni. Itt volt 10 osztósátor, és nagyon gördülékenyen haladtunk a káposzta kiosztással, de az igazság, hogy ez a 3 óra, ez nagyon, nagyon pörgős volt. Gyakorlatilag költséget azért kellett leszámolnunk, de ami megmarad, az mind megy a tájházra. Ezt a színpadon át fogjuk adni a tájház javára, nyilvánvaló, így igaz. Már beszélgettünk róla, hogy mit lehetne csinálni és hogyan. A létszám megvan, van most már tapasztalat, úgyhogy elhangzott többféle ötlet, úgyhogy meglátjuk, hogy mit sikerül összehozni jövőre. De én azt gondolom, hogy egy jó kórhelylevessel talán benevezhetünk. Arra is talán lenne nagy igény. Bár az igazság az, hogy egy ilyen káposztás étel az mindig az egy kicsit kiadósabb. Bejelentkeztünk erre a rekordra, látszik, hogy több káposztafesztivál van, az Egyesült Államoktól Anglián keresztül sok helyen van, úgyhogy sokféle káposztás ételt készítenek a nagyvilágba, hát nem baj, hogyha mi is ott vagyunk, és mi is szerepelünk ezen a palettán. Megmondom őszintén, nem gondoltuk volna, hogy ekkora sikere van. Rengeteg ember jött, rengetegen álltak sorba, és nagyon gyorsan dolgoztak az alkalmazottak is, a személyzet is, a civil szervezetek is, a személyek is. Nem gondoltuk volna, hogy ekkora siker van. Örülök neki, hogy elfogyott. Rengetegen voltak, úgyhogy még nem számoltuk össze pontosan, hogy mennyi ment ki, de nagyon sokan voltak úgy, hogy a különböző ételhordókat is hoztak, tehát abba is raktuk, 4, 3, 2 személyre, 8 személyre, de 30-40 dekát számoltunk egy személyre, lehet, hogy túlléptük. 6500-at megvolt pontosan. A jegyzőasszony átvette, a pontosítás az a hét elején meg fog történni. A Benke Laci bácsi is itt volt, gratulált, a minőség is megelégedtek vele, tehát a visszajelzések nagyon jók voltak és pozitívak voltak. Úgy gondoljuk, hogy lehet, hogy többet kellett volna csinálni, de jövőre bepotoljuk. 3 napig keresztül kell, nagyon keményen dolgoztunk, és nem csak én, hanem itt szeretném megköszönni mindenkinek azt az áldozatkész munkát, akik 8-an dolgoztak éjjel-nappal, tehát nagyon keveset aludtunk a 3 nap alatt, nagyon sok feladat volt, összetett feladatok voltak, és gratulálok nekik. William.